A gimnázium kollégiumában hagyományosan minden év tavaszán rendezik meg az egy héten át tartó ifjúsági hét rendezvénysorozatot. A program keretében kulturális és sportesemények, valamint vetélkedők kapnak helyet, melyeknek aktív résztvevői a kollégium diákjai. A hétnek az első programja a regionális vers és prózamondó verseny. Ez már hagyományos rendezvény itt a kollégiumban. Több éve visszatérő vendégeink erre a rendezvényre nem csak az újhelyi kollégiumok, hanem Sárospatak, Szerencs, Tokaj, Tiszaújváros kollégiumaiból is eljönnek, és összemérjük a tudásukat a gyerekek. Tegnap a sportcsarnokban volt a programunk, Zója Kupa címmel. Teremlabdarúgó mérkőzést rendeztünk, a város kollégiumai jöttek el, és Sárospatakról az AVG-nek a fiú csapata. Az ifjúsági hét harmadik napján a szépségé és az egészségé volt a főszerep. A lányok megmutatják, hogy mennyire kreatívak smink és fodrászat területén, illetve bevonjuk ebbe a mai programba a hidas tanulókat, vérnyomásmérés, testtömegmérés, testmagasság, testtömegindexet számolnak, és közben egészséges ételeket ismerhetnek meg. Ezek mind kiemelt nevelési területek itt a kollégiumban. Igyekszünk a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmódra nevelést előtérbe helyezni, illetve kiemelt feladat a hagyományteremtés, hagyományápolás is. A kollégium diákjai minden évben nagy lelkesedéssel készülnek az ifjúsági hét programjaira, hiszen amellett, hogy megmutathatják, hogy melyik az a terület, melyben kiemelkedően teljesítenek, megtöri ez a hét a kollégium élet mindennapjait. Minden évben minden diák nagyon várja, én legalábbis nagyon. Nagyon jó, mert mindenkinek kikapcsolódás ez a hét, persze rohanás, meg minden, de egyébként nagyon-nagyon szeretjük ezt az egészet csinálni. Különböző programok vannak, különböző tevékenységek, sportnapok, ilyesmi, és akkor mindenki megméretetheti magát abban, amiben ő jónak érzi magát, úgyhogy szerintem mindenki számára ez jelentős. Természetesen a programok között minden diák megtalálja azt, ami hozzá legközelebb áll. A smink és fodrász versenyben biztos, de szerintem minden lány így érzi magát. Egyébként tavaly is voltak nagyon jó programok, amikor vedd a nyakadba a város, tehát az baromi jó. Azt nagyon-nagyon szeretjük. Akkor ki kellett mennünk a városba, és különböző embereket kellett bevinnünk, és különböző programokat kellett csinálnunk. Az ifjúság hét rendezvénysorozathoz tartozott a felsorolt programokon túl a karaoke est is.